A város három általános iskolájában új intézményvezetők indították el ezt a rendhagyó tanévet, hiszen március óta most, szeptemberben léphették át ismét a gyerekek szeretett iskoláik kapuját. Az igazgatók többek között beszámoltak arról, mit tapasztalnak a diákok viselkedésén, s a tanévre vonatkozó terveiket szintén megosztották. A Petri telepi általános iskola egy régi ismerőst köszönthetett az igazgatói székben, hiszen Arnóth Sándorné közel 30 évig tanított itt, s nagy örömmel vette át az iskola irányítását. 1985-ben itt kezdtem dolgozni, 27 évet húztam le a Petri telepi általános iskolában, ami nagyon-nagyon szép emléket hagyott bennem, és akkor, amikor az állam átvette az oktatás irányítását, akkor volt egy lehetőségem arra, hogy részt vegyek az akkori Klebersberg intézmény fenntartó központ munkájában. Ennek már ides tova olyan 8 éve. Most pedig volt egy ilyen lehetőség, hogy a Petri telepi általános iskola intézményvezetője Griger Mihályné nyugdíjba készül, ezért kiírták a pályázatot az intézményvezetői állás betöltésére, amit sikeresen megpályáztam. És abba az iskolába jöttem vissza, ahol hosszú évtizedeket dolgoztam. Akkor ez jó érzéssel tölt el. Igen, úgy érzem, hogy itthon vagyok. Hosszú idő után újra elindult a tanév. Hogyan kezdtétek? Hogyan viselik ezt a gyerekek? Elég érdekes most ez a tanévnyitás, mert mindig várjuk a szeptembert egy nyári szünet után, de ez a szünet most nagyon hosszúra nyúlt, hiszen március 16-ától tantermen belüli oktatásra nem volt lehetőség. Érződik is ez a gyerekek viselkedésén, akik nagyon várják már azt, hogy elkezdődhessen normális keretek között az oktatás. Úgy mondom, hogy problémamentesen kezdtünk, egy nagyon jó közösség várt itt, mind a kollégák, mind a szülők tekintetében, hiszen azok a szülők, akiknek a gyerekeit most tanítani fogjuk, azok a szülők nekem majdhogy nem mind tanítványaim voltak. Arnóth Sándorné elmondta, a koronavírus járvány okozta változások miatt nehéz csupán a helyzet az iskolában, hiszen a protokollnak megfelelően kell élniük mindennapjaikat az intézmény falain belül. Az elődöm egy rendezett körülmények között jól működő iskolát hagyott rám. Az itteni segítőim az intézményvezetés stabil gárda, akinek a munkáját előre is köszönöm, és jól számíthatok az ő munkájukra. A járványügyi helyzet tekintetében nem mindennapi a kezdés. A Nemzeti Népegészségügyi Központ meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiadta a járványügyi protokollt, aminek értelmében elkészítettük az intézmény járványügyi intézkedési tervét, és ennek szeretnénk megfelelni. Sok feladatot ró ez ránk. Ugye eddig is ügyeltünk a gyerekek egészséges életmódjára, a környezetük tisztántartására, most ez azonban fokozottan kell, hogy megtörténjen. Milyen terveid vannak a tanévre nézve? Szeretném, hogyha így folytatódna tovább, tehát tudnánk a tantermen belüli oktatást folytatni. Egyenlőre messze, tehát olyan nagyon nagy terveim nincsenek, szeretném, hogyha jól indulna be ez az együttműködés köztem és a pedagógusok között, és utána mindig adja majd a feladat magát. Azt szeretném, hogyha az az intézmény, ahol annak idején kezdtem, amikor nyugdíjba megyek, akkor jó körülmények között maradjon itt, szeretetteljes légkörben. A Kálvin téri általános iskolában Török Attila megbízott intézményvezetővel találkoztunk, aki elmondta, immár 4 éve érkezett Sápról Püspökladányba, s azóta a szívéhez nőtt az iskola. 4 éve dolgozom ebben az intézményben, előtte Sápon dolgoztam 18 évig, ott 7 évig tagintézményvezetőként, tehát van vezetői tapasztalatom. Lehetőségem volt egy év után beadni az intézményvezető helyettesi pályázatot. 3 évig láttam el ezt a teendőt, és úgy gondolom, hogy beleláttam az intézmény életébe. A kollégák szeretettel fogadtak, tanítói feladatokat láttam el az intézményvezető helyettesi munkám mellett. Azt gondolom, hogy
egy olyan értékes iskolát ismerhettem meg a Kálvin téri általános iskolában, ahol jól érzem magam, szeretnek a gyerekek, én is szeretek velük foglalkozni. Igaz, csekély lehetőségem van, hiszen heti 4 órában tudok náluk részt venni a nevelőoktató munkában. Igazából 1 évre kaptam ezt a megbízást, megpróbálok eleget tenni ennek a feladatnak, kicsit izgulok is a mai helyzetben, hiszen nem egyszerű tanévkezdést tudhatunk magunknak, de azon dolgozunk a kollégáimmal, hogy ezeknek az előírásoknak megpróbáljunk megfelelni. Nehéz 3 hónap volt március után, ugye, amikor elkezdtük a digitális oktatást, és én azt tapasztalom, hogy a nevelőtestület ennek a kihívásnak megfelelt. Én úgy érzem, hogy a szülők is mindenképpen helytálltak, és a gyerekeket a pedagógusokkal karöltve próbálták felkészíteni erre a nem mindennapi helyzetre. Vannak lemaradások, ugye az első értekezletünkön kitűztük célként is, hogy a felzárkóztatás az mindenképpen kiemelt feladat, és az első időszakban az ismétlésre kell helyezni a hangsúlyt, és bízunk abban, hogy a tantermi oktatás hosszú távon is működni fog, és így marad. Ettől függetlenül fel kell készüljünk arra, hogyha ne adj Isten, bármilyen járványügyi helyzet az diktálja, hogy be kell zárni az iskolát, akkor fel legyenek készülve a pedagógusok is, és a gyerekek is arra, hogy digitálisan folytassuk az oktatást. Ebben történtek is lépések, hiszen a rendszergazdánk továbbképzést tart egy olyan platformos felületet mutat be a kollégáknak, ami erre majd alkalmas lesz, illetve a tanulókhoz is bemegy és tanórákon egy kis tájékoztatót nyújt abban a tekintetben, hogy hogyan is működik ez a felület. A tanév munkaterve a járványügyi előírásoknak megfelelően készült el, ugyanakkor az iskolai rendezvényeket újra gondolták, hangsúlyozta Török Attila. Az EMMI által kiadott intézkedési terv egészségügyi protokoll szerint építettük fel ezt a tanév munkatervét. Belefogalmaztuk azokat az eljárásokat, ami szerint meg kell indítanunk a tanévet úgy, hogy a járványügyi előírásoknak megfeleljünk. Az osztályokat osztálytermekbe különítettük el, és a minimálisra csökkentettük a vándorlást. A pedagógusok mennek a gyerekekhez, és csak a csoportbontáskor vannak szétválva a tanulók. Fertőtlenítünk, megtörtént a nyári nagy takarítás, fertőtlenítés, napközben átdolgoztuk a takarítónéniknek a napi rendjét, és megpróbálunk eleget tenni ezeknek az előírásoknak. A rendezvényeinket mindenképpen meg szeretnénk tartani, csak egy kicsit más formában. Gondolok egy olyanra, hogy mondjuk a bocsavató az ötödikeseknél osztálykeretben történik megszervezésre. Hát sajnálom azt, hogy a lurkó-kuckós foglalkozásainkra nem tudjuk fogadni az óvodásokat, de erre is vannak alternatívák, ami szerint megpróbáljuk oly módon felkeresni az óvodákat, akár az óvónéniken keresztül, vagy egy-egy tanító kimegy a helyszínre. Ez még a jövő zenéje, hogy tudjuk majd kivitelezni ezeket a programokat. Mindenképpen beterveztük a munkatermünkbe A-B verzióban, tehát hogyha a járványügyi készültség engedi, akkor talán enyhítenek, akkor meg tudjuk tartani, hogyha nem, akkor más formában kell ezeket a rendezvényeket lebonyolítani. Szeretném megköszönni a szülőknek a türelmét. Ugye nem volt egyszerű döntés meghozni, hogy ne jöjjenek be az intézmény területére, és tudom, hogy ilyen hatalmas sorokban várják a gyerekeket, de annak érdekében, hogy ne terjedjen el a járvány, én még nagyobb türelemre kérném őket, és köszönöm szépen, hogy ezeket az intézkedéseket így elfogadták, vagy ha nem is tudják elfogadni, akkor ugye én bízom abban, hogy majd lesz lehetőségünk hosszú távon enyhíteni, meg elsősorban ugye a gyerekeket kell nézni, hogy az ő előrehaladásuk biztosítva legyen, és a mindennapi oktatásban itt a tantermi oktatást részesítsük előnyben, hiszen látva a tavalyi évet, azért az első-másodikos gyerekeknek ez nagyon nagy teher, amikor otthon a szülővel kell tanulni. Az Erős Lajos Református Általános Iskolában bíróné Szabó Brigitta látja el a megbízott intézményvezetői feladatkört, aki az előző 3 évben intézményvezető helyettes volt, s kiemelte, a járványhelyzet mellett a módosított nemzeti alaptanterv bevezetése is kihívást jelent az iskolák számára.
Három éve vagyok az intézményvezető helyettese, és 2020. augusztus 10-től pedig a fenntartó megbízásából az intézményvezetői feladatokat is ellátom. Nem egy egyszerű időszak, ami előtt állunk, hiszen ez a tanév nem csak számunkra, hanem minden iskola számára sok-sok új kihívást tartogat. Az egyik ilyen kihívás mindenképpen az új, módosított nemzeti alaptanterv bevezetése első és ötödik évfolyamon, de talán még nagyobb kihívás az a járványhelyzet, amiben az iskoláknak és az ott dolgozóknak kell helytállniuk. Azt kell mondjam, hogy napról napra változik a helyzet, és ehhez a mindennapi változáshoz kell alkalmazkodnunk, és kell mindig megtalálni a lehető legjobb megoldást. Nagyon örülök annak, és azt gondolom, hogy itt kollégáimat is említhetem, mert mindannyian nagyon örültünk annak, hogy végre gyerekek jöhettek az intézménybe, hiszen március közepe óta nem voltak itt a tanulók, és mindannyiunk számára öröm volt látni, hogy a gyerekek is megérettek arra, hogy újra találkozzanak, és éppen ezért nehéz, hogy olyan elvárások vannak a központilag kiadott intézkedési tervben, ahol a minél nagyobb távolságtartásra kell felhívni a figyelmet, hiszen tudjuk, hogy ez a megelőzés egyik legjobb módja. Úgyhogy igyekszünk mi is arra biztatni a gyerekeket, hogy itt érezzék jól magukat, hiszen újra itt lehetnek közösségben, itt szerezhetnek közös élményeket, akár a tanulás vagy a játékterén, ugyanakkor pedig hát vigyázni kell, és a megfelelő óvintézkedéseket betartva reméljük, hogy itt tudunk tanulni az iskola falai között. Bíróné Szabó Brigitta elmondta, hogy az országos népmesenapi rendezvényüket online formában tartják meg. A rendezvényeinket újra gondoljuk. Rögtön itt szeptember végén, október elején van egy már-már hagyományos népmesenapi versenyünk, ami az elmúlt években országos szintű versennyé vált, aminek nagyon örültünk. Most viszont a személyes jelenléttel járó versenyeket nem tudjuk megrendezni, tehát nem fogadhatunk vendégeket, nem lehetnek a gyerekek szorosan egymás mellett a teremben más osztálybeli gyerekekkel, tehát ezt a részét újra gondoltuk. Megmarad ennek a versenynek az írásbeli fordulója, hiszen ez egy csapatverseny, a csapatok a saját intézményeikben elkészítik ezeket a feladatokat, projektmunkát ezt beküldik, itt a zsűri értékeli, és arra gondoltunk, hogy a népmesenapja alkalmából egy online eredményhirdetés keretében mégiscsak összegyűjtjük a gyerekeket, és ha csak virtuálisan is, de együtt tudunk lenni, és megtartjuk az eredményhirdetést. Az elmúlt tanévben intézményünk a Nemzeti Tehetségprogram keretében nyert egy pályázatot, egy eszközbeszerzési pályázatot, melynek során logikai játékokat, digitális taneszközöket szerezhettünk be, és egy 3D nyomtatót. Nagyon bízunk benne, hogy mivel az elmúlt fél évben nem tudtunk programokat megvalósítani, ahol a gyerekek ezeket az eszközöket tudják használni, és igazán be tud épülni a tanítási folyamatba, hogy ebben a fél évben sor kerülhet rá, hiszen különböző tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, délutáni foglalkozások keretében fogják kipróbálni és használni ezeket a játékokat, eszközöket, bízva benne, hogy így is segítjük a kompetenciafejlesztést és támogatjuk a tanulásukat. Ez a tanév azért is különleges az erős diákok számára, mert az iskola fennállásának 10. tanéve, és ennek alkalmából a cél a közösség erősítése. Ez a tanév több szempontból is különleges számunkra. Az egyik ilyen különlegesség, hogy az iskola történetének 10. tanéve, tehát 2011-ben indult újra a református oktatás itt Püspökladányban. A 10. tanév elején mindenképpen fontos célkitűzésünk, hogy visszatekintsünk az elmúlt 10 évre, megálljunk egy kicsit, és megnézzük, hogy sikerült-e azokat a nevelési, oktatási célokat megvalósítani, amit akkor az iskola újraindításával kitűzött a fenntartó. Bízva abban, hogy nem csak visszafelé tudunk tekinteni, hanem előre is egy reményteljes jövő felé. Mindenképpen egy közösségerősítés is a célunk ebben a tanévben. Mind a fenntartó, az intézmény minden dolgozója és tanulója, illetve a szülők, családok felé is kitágítva ezt a lehetőséget.